A szakmai előadást Paks polgármestere nyitotta meg, aki kiemelte annak fontosságát, hogy megismerjék más település milyen városfejlesztési stratégiát alkalmaz egy atomerőmű beruházása kapcsán. Nagyon jó gyakorlatokat, nagyon jó tapasztalatokat fogunk hallani azt illetően, hogy hogyan is történik a városfejlesztés. Szabó Péter elmondta, jövőre Paks képviselete utazik Novovoronyásbe, mivel az együttműködés és tapasztalatcsere folyamatos a két város között. Svetlana Csurilova, a Rossz Energoatom kommunikációs vezetője hangsúlyozta. Fontosnak tartják a nemzetközi szintű együttműködést, informálást, hiszen az atomenergiában érintett országok összetartása jelentős szerepet játszik az atomerőmű és környezetének sikerességében. Három városfejlesztési típust ajánlott, bemutatta, hogyan lehet a mezőgazdaságot, turizmust, szabadidő eltöltési lehetőségeket megfelelően fejleszteni.